Ahogy eddig is kiderült, az MX Linux jó néhány kicsi, hasznos és praktikus programot ad, nem csodafegyverek ezek, de nagyon jó, hogy bent vannak, egyszerűvé teszi a kezdőknek az életét, minden feladatot meg lehetne parancsorból oldani, legalábbis amiről eddig beszélgettünk, mindent meg lehetne csinálni, de gyakorlatilag kezdőnek az a jó, ha egy helyen mindent odaadnak, és tudja használni különösebb, utána olvasás különösebb probléma nélkül. A legtöbb ilyen kis programocska nagyon egyszerű és nagyon hasznos. Az egyik ilyen program, amit ma be fogok mutatni, a bootjavító. Gyakorlatilag megkéri a jelszavunkat, hiszen a boot szektorhoz akarunk hozzáférni. Mi az, ami számunkra ebből fontos információ? A boot szektor, az a szektor, az a kis rész a Linuxból, a lemezeden, ami az indításért felel, az egész géped nem indul, hogyha ezzel valami baj van, azaz nagyon kényelmes, hogyha van, még hogyha nem is MX Linuxot használsz, van egy olyan pendrive-od, amin MX Linux van, mert az élő isóképen, élő pendrive-on, a pendrive-ról futott rendszerről is ezt meg tudod csinálni, ha grubot használsz. Természetesen ezt azért mondom, mert több hasonló eszköz van a rendszer indítására. Nyilvánvalóan a grub javító, az a grubnak a javítását tudja megcsinálni, és nem másét. Az első gondolat az, hogy újrainstallálja a grub elnevezési bootloadert, indító eszközt, azt meg tudjuk csinálni, egy alkalmazra nyomunk, és meg fogja kérdezni, hogy milyen legyen, hol legyen, és ennyi. Tehát a lokációját meg fogja kérdezni, hogy hol van a te rendszered, és miért szeretnél. Én mégsem rá fogok kattintani, nyilvánvalóan azért, mert nekem most működik a rendszer, és nem szeretném felüliratni, ennek örömére újra kell indítani. Nyilvánvalóan reparáljuk meg a konfigurációs fájlt. A grubnak a konfigurációs fájla egy összetett állomány. Tehát maradjunk annyiba, hogy azt, hogyha véletlenül valaki kézzel kezdi el szerkesztgetni, az járható út, haladó szinten, vagy megfelelő utánaolvasással, de hogyha esetleg ez megsérül, vagy éppen egy kernel installálás után nem igazán úgy működnek a dolgok, akkor ezzel a javítását megpróbálhatod megtenni. Itt az alkalmazra bökünk, és megkérdezi, hogy hol van, lehet több helyen is, és akkor betallozod. Nyilván, ha egy lemezed van, ahol te installáltál, akkor ott lesz, ahol te fölinstaláltad. Ugye volt ilyen kérdés, hogy hova rakja a grubot? A legtöbb rendszer telepítésnél van, ahol nem automatikusan fölrakja, odavágó gondolja, de gyakorlatilag tudjuk, megjegyezzük, tehát ezeket az alapinformációkat tudni kell, akkor hát bepipáljuk, illetve kiválasztjuk a lehetőségek közül, hogy hol van, és egy alkalmazra nyomunk, és akkor lefut a javítási kísérlet. Ezzel nagyon-nagyon nagy problémát nem tudsz csinálni, hogyha elrontottad a rendszert, és egy pendrive-ról indítod, és megpróbálod megkísérlet javítani, összenézi azokat a dolgokat, amire neki szüksége van, és megpróbálja eredeti állapotba, vagy működőképes állapotba visszaállítani. Ennyi. És akkor végezett is a feladattal, leigenezzük, újra elindítom, biztos, ami biztos, megadjuk a jelszót, újra elindul. A következő feladat a mentés, illetve visszaállítás, arra figyeljetek, hogy MBR és a PBR típust tudod visszaállítani, a többit nem tudod menteni és visszaállítani, de nyilvánvalóan nekem MBR szektoron van, alkalmaz, kikeresed, ahol van, oké? Megadod a típusát, amilyen, ezt tudni kell. Tehát legyünk őszinték, te telepítetted, te tudod, melyik lemezre raktad, te tudod, hogy milyen boot szektort választottál, ott volt ilyen kis bepipálható lehetőség, azok az aktívak akkor, amikre valóban rá tudsz bökni, valóban tudja használni az a rendszer, azaz ezt eldöntötted, hogy ide kerüljön, ilyen legyen. Nem is kell ismerned, jó, hogyha ismered az elvi háttereket, de gyakorlatilag csak azt kell tudni, hol van és milyen a típusa, mert ilyet szokott ezt kérdezni. Ennyi. Ez ugyanolyan, mint amikor tudod a videokártyádnak a típusát, de a működési elveit meg egyebeket igazából nem.
de azt tudni kell, hogy tud használni, hogyha valamit szeretnél rajta igazítani, alkalmazra bökünk, és megkérdezi, hova szeretném tenni, a 120-asba fogjuk beletenni, és akkor MBR, és ez lesz a 002-es, mert már nekem van egy mentésem. 13.39-kor az előbb csináltam egy próbamentést, másik névvel megkapja, és akkor ennyi. És meg is történt, máshol villámgyorsan megcsinálta, visszalépünk, és a visszaállítás ugyanígy működik, ezt nyilván nem fogom bemutatni értelemszerűen azért, mert nyilván most működő bootszektorom van, a grubom teljesen jól érzi magát, remélem sokáig így is marad. Megmondod, melyik lemez, alkalmaz, kiválasztod a mentések közül, ami szeretnél, és utána természetesen el fogja végezni, mégse ennyi. 4 pont volt, javítási lehetőségek, amit érdemes, egy újrainstalálás, egy javítási kísérlet, reparálási kísérletet végezel, szokott működni. Tehát ezen nincs gond, meg egy mentés, visszaállítás, villámgyorsan megtehető, soha ne legyen rá szükséged, de ez olyan, mint a biztosítás, soha ne legyen rá szükségünk, de azért jó, ha van, mert amikor baj van, akkor ahhoz tudunk nyúlni, ehhez a mentéshez, hogy ez a kis programocskához hozzá tudunk nyúlni, hogyha nagyobb a gond. Ennyi. Ha már a bootszektorról beszéltünk, akkor szabjuk azt egy kicsit testre. A testre szabásnak gyakorlatilag 3 darab lépése van. Meg fogom mutatni, hogy mi az, ami érdekes, mi az, ami szép, és mi az, amit mindenképp érdemes neked tudni. Rámegyünk boot opciókra, megkeri a jelszavunkat, amit szépen begépelünk, állandóan jelszót kér, nagyon helyesen. Minél jobban le van jelszózva egy rendszer, minél kevesebbet lehet úgy piszkálni, hogy ne legyen egy megszakítás, hogy add meg a jelszavadat, annál jobb, mert nem piszkálsz bele, főleg egy bootszektornak, egy indítási procedúrának a állogatásánál. Jó, elindult. Mi az, ami igazából érdekes? Az első rész, ami számunkra igazán érdekes, az, hogy hány másodpercig várjon, hogy kiválaszd az indítandó operációs rendszert. Nyilvánvalóan, hogyha az MX Linuxot tetted fel, akkor is legalább 2 vagy 3 indítható verzióval, indítható gondolattal leledzik ez az eszköz, azaz mennyit várjon. Ha te folyamatosan az MX Linuxot, vagy akármelyik Linuxot, mert máshol is ugyanígy be lehet állítani, maximum nem ezzel a programmal, azt szeretnéd indítani, és nincs gond a gépeddel, akkor elég az egy. Ne várjon itt 5 másodpercet, 4 másodpercet le lehet az alapértékből harapni, hogy gyorsabban induljon el a rendszer. Úgyis a BIOS, amíg elindul, meg egyéb cuccok elindulnak, meg felbútol a rendszer, meg megadod a jelszót, az idő. Hát ebből 4 másodpercet itt kapásból le tudunk faragni. A másik átgondolandó dolog, gyakorlatilag nincs nagy jelentősége, kényelmi dolog, melyik rendszer induljon automatikusan. Nyilván, mi az MX-et telepítettem utoljára, ő képes volt arra, hogy saját magát tegye előre, azt beírogatta ide, hogy az MX Linux, de amelyiket szeretnéd, ki tudod választani. Nyilván más lesz a kinézete, más Linuxok lehetnek, vagy egyáltalán más rendszerek lehetnek fent neked, vagy semmi más. Ez attól függ, hogy te hogyan építed fel a gépedet. Látható, hogy Magyar Ács volt az előző rendszerem, tehát Magyar Ácsot tudok használni, meg MX Linuxot, ahogy lehet látni, természetesen ezen a gépen nincs Windows. Régóta nincs Windows, és elmondhatom azt, hogy ez 2,5 éves gép. Windows-t még pendrive-on sem láttunk. Nagyon helyes, így kell Linuxra átállni, hogy nem teszünk föl semmi Windows-t, hanem csak Linuxot, és utána mindent azzal kell megoldanunk. Oké, itt van egy választási lista, ami 5 másodpercig megjelenik, és hogyha 5 másodperc után sem reagálunk, nem léptetünk le, nem jelölünk ki másikat, akkor elindul az MX21. Oké. De van, aki azt szeretné, hogyha 2 rendszere van, ne az induljon el, ami alapértelmezett, hanem amit előzőleg használt, hiszen előfordulhat egy reboot, egy újraindítás, akkor nem szeretné azt, hogy most válogatni kelljen esetleg, hogy melyik induljon. Meg lehet adni ennek a bepipálásával azt, hogy az utoljára használt rendszered induljon el. Természetesen, hogyha egy
Linux van a gépeden, ennek nem nagy értelme van, de meg lehet adni a többnél, például, hogy az előbb az MX Linux helyett a magyar ácsot használtam egy jó órán keresztül, frissítettem, egyéb dolgokat végeztem el ott, és ha újra akartam indítani, akkor nem igazán kényelmes az, hogy elindul a gép, és akkor az MX Linux oda teszi magát, hogy ő akar indulni, lista legörget, bepipál, vagy hát rábök, hogy az induljon, aztán az indul, ez egy idő. Tehát megadhatjuk, hogy az utoljára indított rendszer legyen a következő alapértelmezett rendszere. A másik gondolat pedig az, hogy hát nyilván ne legyenek almenük, vagy legyenek almenük. Megnézheted az indító képernyődet, hogy kell-e neked almenü, vagy nem kell neked almenü. Itt természetesen én szeretem, hogyha az almenük megvannak, és látom is őket, akkor ki tudom választani, nincs nagy jelentősége, hiszen 1-2-3 operációs rendszer van fent, gyakorlatilag tudod, hogy mi van, nem kell az almenüket nézegetni, de jó, ha megjelenik, eldöntheted, nulla jelentősége van az egésznek. Na hát a következő rész, ez az egy sor. Ehhez az egy sorhoz nem jussz. Ez a kernelnek, a rendszermagnak, az indító parancsainak a paraméterei, plusz paraméterei, így mondom, ehhez neked nem kell nyúlni, kivéve akkor, hogyha probléma van a rendszerrel, és azt mondják az okosak, és biztos, hogy azt mondják, és nagyon elolvastad, hogy mit írtak, hogy az indításkor a kernelnek ilyen paramétert pluszba még meg kell adni, akkor ide be tudod írni. Nem kell az indító szekvenciánál, az indításnál ott begépelgedni, belépni mindenfajta szerkesztő módba, meg irogató módba, meg egyébbe, hanem itt stabilan meg tudsz adni egy paramétert. Videokártyáknál szokott ilyesmi lenni, meg egyéb ilyen dolgoknál ide be lehet írni azokat a dolgokat, amiket nálam, vagy kezdőknél okosabb emberek javasolnak, vagy leírást el kell olvasni. Speciális dolgok, de nem olyanok, hogy nagyon ritkák, előfordulhatnak, természetes dolog. Kényelmes, ide pontosan begépeled. Az, hogy a háttér milyen legyen, meg milyen legyen a téma, azt meg tudod adni itt, de én azt mondom, hogy én ehhez nem szoktam hozzányúlni, ez olyan, amilyen minden olyan rendszer, amit felteszek, és felteszi ezt a group háttérkinézet egyéb dolgait, az legyen olyan, amilyenre a készítő kitalálta, igazából nem is szoktam nézegetni, én azt szeretem, hogy azt használom, amit a készítő ad ilyen téren, hiszen nincs nagy jelentősége, hogy most milyen ott a háttér, de ezen tudunk változtatni, én nem szoktam. A következő dolog a témázás. Ez az a téma, amikor elindul a rendszered, és tudod, láttuk sokszor, hogy van olyan, hogy futnak egymás után rengeteg-rengeteg sor, és akkor azt lehet nézni. Két lehetőség van, vagy ezt nézed, akkor nincs bepipálva, vagy egy témát engedélyezel, itt az alapértelmezett, az elegáns téma választék, hát bizony van jó néhány, tehát lehet válogatni, és azt állítod be, amit szeretnél, és meg tudod nézni. Na, erről beszéltem, hogy ilyen lesz. Itt fut a kis csikocska, ilyen lesz. Hogyha másikat választasz, most nézzünk egy másikat, az pedig így néz ki. Hát igazából az, hogy ez van, vagy futnak a kiírások, szerintem az előző megoldás jobb, amikor futnak a kiírások, de nyilvánvalóan, és ezt tudni kell, hogyha ilyen témázást választasz, és megnyomod az ESC gombot, vagy szerintem akármelyiket, de az ESC-et biztosan, akkor visszakapod a terminálhoz hasonlatos, kiírogatós verziót. Oké, eldöntöd, melyik tetszik. Igazából teljesen mindegy. Úgy is látjátok, már elég régóta, legalább 2 hete, használom az MX Linuxot, először tesztelgetési szinten, utána már át kellettem állni rá, ugyanaz a háttér van, a háttérrel nem volt időm, ugyanaz a konki van, a konkival nem volt időm, ugyanaz a panel van, a panellal nem volt időm foglalkozni, nyilván nem örömömbe váltottam gyorsan a rendszert, bele kellett szokni, na lényeg az, nem ez a legfontosabb dolog. Az üzenetek, sok üzenetet írjon ki, vagy egy normál mennyiségű üzenetet írjon ki, és a logokat meg tudod nézni. Oké? Ennyi.
ennyi az egész. És egy alkalmazra nyomunk, és frissíti, amit kell. Nekem igazából nem kell tudni, hogy mit frissít, dolgozzon ő, nem volt nagy változtatás, és akkor leokézzük. És ezen túl 5 másodperc, ő lesz az alapértelmezett, ha másikat indítok véletlenül, akkor a másik lesz az alapértelmezett. A témán nem változtattunk, a flash, tehát az a kirogatásos helyetti képecske pedig akármelyik lesz, igazából már nem is emlékszem, mi maradt meg, meg is nézhetjük, hogyha éppen érdekel ez, hát bizony nem túl érdekes, de legalább működik. Oké, és bezárjuk. Ennyi az egész. Tehát meg tudtunk oldani grafikusan egy bootjavítást, és meg tudtunk oldani egy boot beállítást. A technikai beállítások voltak itt a második blogba, azok az érdekesek, hiszen milyen háttérképet nézel, amíg elindul, az abszolút te mindegy, meg a többi is abszolút mindegy, de arra az egy sorra, amire rámutattam, emlékeztek, hogy kernel paramétereket itt meg tudunk adni, kényelmesen, kézi szövegszerkesztés nélkül, mert úgyis meg lehet ezeket adni, megadhatjuk azokat a kernel parancsokat, paramétereket, amire szükségünk van. Érdemes ezt kipróbálni, megnézni, nem a kernel parancsokat átirogatni, de érdemes ezt kipróbálni, hogy ne féljünk attól, hogyha kapunk egy tippet, vagy kapunk egy hibajelet, és arra kapunk egy tippet, hogy oda be kéne valamit írni, nagyon triviális, egyszerű dolgok is onnan vezérelhetőek, akkor ne féljünk attól, hogy most elrontjuk. Nem tudjuk elrontani, lementettük, biztonsági mentésünk van róla, igaz? Ott a bootjavító, az opciók közül meg egyre kell nagyon figyelni, hogy a kernel paraméterek azok jók legyenek, csak azt írjuk, és pont úgy írjuk be, ahogy mi azt szeretnénk, és utána újra generálja az egész Zubehört, egész rendszerét, ezt a pár másodpercet, amit láttátok, ki kell várni, és utána készen is vagyunk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Ez egy viszonylag rövidebb dolog lett, rövidebb, az egésznek a gyors átnézése, kipróbálása, megnézése, hogy mi hol van, mind amennyi az egész beszéd volt, hiszen ezek fontos dolgok. Köszi szépen, sziasztok!